Petőfi Rádió. Nagyon zene. Nagyon régóta rádiózom, hogyha megmondom, hogy most már lassan több mint 20 éve, akkor majd gondolnak érdekes dolgokat rólam, de nem bánom, én erre nagyon büszke vagyok. Tulajdonképpen ez az életem. Mindig ezt csináltam, amióta csak kikerültem az iskolapadból, sőt, talán már előtte is. Az egyik barátom mondta, hogy hát figyelj, van itt Pécsett ez a rádió, mi ide lejárunk eszékre rádiózgatni, zenéket tolunk, dumálunk, jól érezzük magunkat, nincs kedved egyszer lejönni. Egyszer lementem, meg aztán még egyszer, és igazából úgy maradtam, és rájöttem, hogy sokkal inkább ez az én életem. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. Én úgy szeretek karaokizni, hogy otthon leülök a kis laptopommal, egész egyszerűen betöltök valamilyen dalt karaoke verzióban, és én nagyon boldogan tudok ehhez énekelni. Azt hiszem, életemben eddig talán kétszer tudtak arra ráállni, hogy ezt közönség előtt egy normális karaoke helyen is megcsináljam, de nem ragaszkodom hozzá továbbra sem. Ez így, én engem ez így boldoggá tesz, de nem akarom, hogy mások is hallják. Tavaly a Strandfesztiválon lent voltunk, ugye egész nap onnan szól ilyenkor a Petőfi Rádiónak a műsora, és Buda Marci elkezdett engem frocizni, hogy van itt ez a drótkötélpálya, ilyen nagyon magasan, és hogy föl sem mersz menni, le sem mersz csúszni. Felmentem, és le is csúsztam, és ebből egy csodálatos rádióműsor készült, mert a hangmérnök kollégák ide tépeztek a kameratéppel a kezemre egy mikrofont, akkor én felmentem, ott már nem volt nagyon más választás, mert nagyon papírkutya lettem volna, azt hiszem, hogy ha már onnan visszajövök. És akkor lecsúsztam, ezt közvetítették adásba, mert ugye rajtam volt a mikrofon, beszéltem közben. Hát csodálatos élmény volt, de vicces volt, nagyon vicces volt, és nagyon örültem, hogy végül így alakult. Nagyon sok lájkot kaptunk rá a Facebookon. Jelenleg a Petőfi összes című műsort vezetem, a Petőfi Rádióban 10-től 1-ig általában, bár a nyári időszakban egy picit össze-vissza alakulnak a dolgok, és most például már második vagy harmadik hete a Tatra Magyarban Buda Marcit próbálom meg helyettesíteni, és az ő csillagó személyiségét. Ezen kívül van egy Vadonat című műsorunk, ahol a legfrissebb, legújabb magyar zenéket és nagyon fiatal zenekarokat, akár még ismeretlen zenekarokat is mutatunk be. Ezt nagyon szerettem, és szerintem nagyon fontos, hogy legyen ilyen, és hagyjunk legalább egy pici teret is olyan zenekaroknak, akik esetleg máshol, másként nem kaptának lehetőséget vagy országos rádió nyilvánosság előtt. 2008 óta eltelt most már 7 év, és azóta újabb és újabb zenék kerültek a körforgásba. A Petőfi Rádió szerintem mindig egyfajta ilyen cool, trendteremtő rádió szeretett volna lenni, és szerintem ebben nem változott semmi. Remélem, hogy én se sokat. Petőfi Rádió. Nagyon zene.